Üdvözlöm a kedves nézőket! Bonyhádon a felújított Vörös Marti Mihály Művelődési Központ épületében vagyunk, ahol hamarosan kezdetét veszi a Vörös Marti Színház bérlet kulturális rendezvénysorozat negyedik előadása. A mai napon a Koltai Róbert által rendezett Én és a kisöcsém bohózat kerül előadásra a Körúti Színház jóvoltából. Hát akkor megkérnélek, hogy első körben mesélj erről a kezdeményezésről, miért indult, mi volt a cél vele, sikerült elérni őket, stb. Hát először is azt gondolom, hogy a célját elérte, hogy miért is kezdtük ezt el. Igazából ugye kulturális szinten én azt gondolom, hogy vidékre viszonylag nehezen jutnak el színházi előadások, vagy maga a kultúrát is nagyon nehéz preferálni. Hiszen az emberek nem érnek rá a pénzhiány miatt is, és pontosan emiatt indult el ez az egész történet, hogy gyakorlatilag Mohácsi révén és Mohácsra is viszek le ugye színházi előadásokat, jó magam is színészként is dolgozom, úgyhogy innen az egész történet, hogy gyakorlatilag ha már Mohácsra is viszünk le előadásokat, akkor itt is megpróbálni bérlet formájában ilyen színházi bérletet elindítani az emberek számára. Milyen szempontok alapján válogattátok össze az első évad előadásait? Igyekeztünk úgy, hogy igazából én azt gondolom, hogy minden ember más és más. Beletenni olyan előadásokat, ami változatos, színes, tehát legyen benne azért operett, musical, próza, vígjáték, zenés vígjáték. Én azt gondolom, hogy ezeket az előadásokat az emberek nagyon szeretik és élvezettel nézik. Főként, hogy azért ma, ugye a mai világban az emberek azért mennek el színházba, hogy szórakozzanak. Tehát ami olyan nyomasztó, hogy nehéz darabokat ma nagyon nehéz eladni, épp ezért inkább a könnyedebb műfajú dolgokat hoztuk és tettük be a bérletbe. Úgy kiátsza a férfi, akár a maghetes. De jó, hogy végre leltem egy kellemes truszát, úgy kiegészít engem, mint túró a csuszát. Koltai Róberttel beszélgetünk, és szeretném megkérdezni, ugye maga, mint rendező és főszereplő van jelenleg ebbe az Én és a kisöcsém előadásból. Szeretném megkérdezni, hogy ez milyen kihívásokat állított ön elé. Hát nagyon nehéz olyan darabról beszélni, amit több mint 10 éve játszunk, tehát ezt nem most rendeztem, hanem több mint 10 éve a Színművészeti Főiskola egy vizsga előadása volt. Nem is igazi vizsga volt, hanem harmadéves vizsga csak. Aztán játszottuk negyedévben is, mármint a főiskolások játszották. És ezt az előadást utána áthoztuk a Körúti Színházba, akkor már én is belekerültem, hát nem csak rendezőként, hanem a papa szerepébe. És ennek is már jó 8-9 éve, úgyhogy ma már 125-130 előadás fölött vagyunk. Ebből a kisöcsémből. Amit egyszer nyilatkozott, hogy szék szárazon nem marad, azt mindenképpen sikerült beváltani a többi előadás során is. Meg kell nézni a székeket. Hát ez csak egy mondás, de tényleg nagyon boldog közönség. De nem akarok, most mindjárt játszanunk kell, tehát nem akarom előre elkiabálni. Ha megnézik, akkor majd meglátják, miről beszéltem. Én és a kisöcsém, figyelünk a nőkre az idén. Én és a kisöcsém, nem visel bilincset a szív.